Már javában tart a különböző szerkezetek összeszerelése a Székesegyház előtti téren. Július 7-e és 10-e között ugyanis immár 6. alkalommal rendezik meg Pécsett a Zsolnai Fényfesztivált. Az esemény programjai 21 óra 30 perctől indulnak. A fény útja állomásai ekkor kapcsolódnak fel először. Az egyik legnépszerűbb elem a fényfestő verseny. A Székesegyház homlokzatára vetített alkotásokat viszont csak péntektől láthatják az érdeklődők. Idén egyébként 17 ország művészei neveztek a megmérettetésre. Az előzsűri ki is választotta az 5 legjobbat, akik majd a fesztiválon mutatkozhatnak be. Ők egy magyar, egy német, egy francia, egy spanyol és egy tájföldi alkotók lesznek, és továbbra is a Székesegyházat fogják nagyon modern formában 3D-s vetítéssel megfesteni, aminek az idei témája a balansz, vagyis az egyensúly. Emellett a fényhez kapcsolódó kiállítások, installációk, kézműves foglalkozások is várják a látogatókat. Napközben pedig a Zsolnai negyedben és a belvárosban is színes programokkal készülnek a szervezők. Ezúttal a helyszínek köre is bővült, többek között az új vásárcsarnok épülete és a Jakovály Hasszán dzsámi is része lesz a fény útjának. Halász Kinga stábunknak elmondta azt is, hogy nem kell számítani semmilyen lezárásra a városban a fesztivál ideje alatt. Arra számítunk, hogy akár 100 000 látogató is kényelmesen tudja majd élvezni a fesztivált. Ennek érdekében a tükebusz sűríti egyes járatait, valamint a parkolást is bővítettük. Az Árkádpécs bevásárlóközpont tetőparkolójában lesz majd lehetőség a parkolásra. Ahogy korábban, úgy idén is fény nagykövetek érkeznek a fesztiválra. Idén lengyel fényalkotás és audiovizuális koncert gazdagítja a programkínálatot. A vendégek mellett pedig a többi zenei programon is nagy hangsúlyt kap a fény.